Szombat délután a Világéletemben folytam a Vesszőt című kiállítás megnyitójával vette kezdetét az idei Szent István nap és új kenyér ünnep programsorozat Magyar Kanizsán, a helyi Dobótiha mérképtárban. Martonosi emlékkiállítás, tulajdonképpen ebben szeretnék megemlékezni őseinkre, mikor valamikor ők nagyot alkottak, tehát egy nagy tisztelet nekik, mert annak idején indult ez a program, hogy a szociális program, hogy a szegény embereknek valami egyszerű munkát és olyan munkát adni, ami ott Martonoson is megterem. Tehát a vesző az erdőbe az adott volt, kitermelhető volt, rengeteg kézi munka volt, és értékes tárgyakat tudtak előállítani. Hát több mint 150 embernek adott munkát, ki ott dolgozott, ki otthonról dolgozott, tehát a vesszőkitermelőktől a mesterekig, és utóbb nagyon szépen főfejlődött ez, mert jó minőségi kosarakat, meg már utóbb jött a piros vessző, az amerikai vessző is, az pedig már eredményezte azt, hogy Amerikába is tudtak minőségi kosarakat szállítani. És tehát most is példát vehetnénk róla, hogy hogyan lehetne egyszerűen nem külföldi nyersanyagból, hát így mondjam, hogy martonosi, mert tulajdonképpen maga a hagyományőrzők is erre törekednek, hogy visszatérni a kerthez, a martonoson megtalálható nyersanyaghoz. De itt mondom, most az a gondunk, hogy eléggé elveszítettük a kosárfonásnak a technológiáját, és akkor próbálunk ilyen szervezni, föleleveníteni az emberekbe, előmozdítani azt, hogy talán az őseink példájáról vedve, hogy nem tudnánk újra valamit kezdeni, hogy ne felejtsük el, mert ennyi embert foglalkoztatni, ez nem egyszerű dolog a mai időben. Nem csak kosár van kiállítva, hanem más használati tárgy is. Sok szép dolog. Ezek milyen technikával készültek, és milyen tárgyakról van szó? Tehát a bútorzattól egészen a mezőgazdaságba, tehát a közönséges kosarak, amik tehát a termeléshez voltak szükségesek, azok nem annyira igényesek voltak, inkább munkaeszközök voltak. Ami igazán szép volt, és büszkék voltak az asszonyaink is a piaci kosárra, tehát nem volt divat a nejlonzacskó, papírzacskó, hanem nagyon szép díszes kosarakat fontak, bútorokat fontak, székeket fontak, tehát a tükröknek, hát gondolom egész komoly, mondhatnám, hogy amire igény volt, tehát a macska kosártól kezdve a ruhaszárító kosárig, meg hát tehát tulajdonképpen ennek a szélessége kimeríthetetlen. Tehát maga a kiállításon még vannak megkezdett részek is, ezeket azért tettük nyilvánosságra, hogy lássák, hogy nem csak a kész kosár van, hanem tehát hogyan készül a folyamat. Ugyanakkor vannak ott modellek is, tehát amire a kosarakat szabványosan fonták rá. Viszont a fotóarchívum segítsége, mert hát ez egy nagy csapat munka, köszönhető a kanizsai önkormányzatnak is a segítségével, meg a martonosiaknak a gyűjtésével is, tehát sok embernek az otthon eltárolt képek, kosarak, próbáljuk egy helyre összegyűjteni. A rendezvény vasárnap folytatódott, amikor is a kenyérszentelő misére került sor. A helyi Szent Űrangyalok római katolikus templomban Palatinus István atya áldotta meg az új kenyeret, majd a pravoszláv Szent Mihály arkangyal templomban is lezajlott a szentmise, az új kenyér megszentelésével egybekötve. Az ünneplés délután is folytatódott, a legkisebbeket a Miénk a Park elnevezésű gyermekprogramok, kézműves foglalkozások várták. Ezt követően a már hagyományos gyermekrajz pályázat eredmény hirdetésére is sor került. Akkora esti órákban a Kontra Bajándó zenekar szórakoztatta a közönséget. Tömegeket vonzott a vasárnap megtartott Szent István napi és új kenyér ünnep Magyar Kanizsára. A Városháza előtti téren és parkban gyermekprogramokkal és koncertekkel készültek a szervezők. Nagyon tetszik, nagyon szép, láttam van a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is minden, és várjuk már az új kenyér megszegését, és ez, hogy együtt vagyunk mindannyian magyarok, és örülünk az
Szent István nap ünnepségnek. A színes programok mellett kiosztásra kerültek azok az oklevelek is, amelyeket azok a gazdák kaptak, akik részt vettek a Magyarok Kenyere programban. Kihirdették a legszebb kenyér versenygyőztesét is, amelyet a szabadkai Apró János és családja sütött. Hát, heti szinten sütjük a kenyeret, sütöm otthon a kenyeret, és most hallottam erről a lehetőségről, és hát a kenyér díszítése, vagy a formázása is vonzott bennünket, és a lányommal együtt próbálkoztunk. Ez volt a fő motiváció. Hogyan lett ez a kenyér kidíszítve és formázva? Hát elsősorban a Szent Koronát szerettük volna, vagy Szent Koronára emlékeztető kenyeret szerettünk volna készíteni. Próbálkoztunk pár napon keresztül, és akkor ez lett a végeredmény. Az idén is, mint ahogy minden évben, kenyérversenyt hirdettünk, és az idén is egyesületek, egyéni és tehát pékek is jelentkezhettek a kenyérsütésre, és szép számban érkeztek kenyerek. Az egyesületek is nagyon szépen helytáltak, lesz választék, örülünk neki, mert máskor kicsit gyengébb volt a felhozatal, most úgy néz ki, hogy az embereknek nagyobb kedvük van sütni kenyeret, és úgy nézik, hogy ki is van dolgozva szépen, tehát megvannak kelve a kenyerek, lesz miből válogatni. Milyen kinézete kell, hogy legyen egy kenyérnek, hogy az nyerő legyen? Csak a külső, vagy a belső is számít? Tulajdonképpen nem vágjuk meg a kenyereket, külsőre osztályozzuk őket, azt nézzük, hogy szépen megvan-e kelve, illetve ha megemeljük, akkor tudjuk, hogy tehát megvan-e kelve, sűrű-e az a kenyér, ezt veszük figyelembe, a színe, fénye esetleg, és a kidolgozás nagyon fontos, némelyik kenyér nagyon szépen ki van dolgozva, némelyik kenyérbe bele rajzolnak mintákat, esetleg a magyar motivumokat ezzel díszítik. Elvégre is a magyar ünnepet, magyarok ünnepét ünnepeljük. Az igaz, hogy a kenyeret azt jól meg kellett sütni, mert különben megpenészedett. Látunk itt olyan kenyeret, amelyik direkt égett külsőleg, de ezt is hasznosították régen az asszonyok, ezt a részt lekaparták, és mire használták? Tulajdonképpen a kemencébe sült kenyérnek mindig fekete a teteje, ezt lekopogtatták róla, és ennek a kenyér, van, aki szerette, ezt beszokták áztatni tejbe, és akkor van, aki ezt szerette valamikor régen, ma már nem így eszik a kenyeret, és ma már minél vékonyabb a kenyérnek a héja, azt szeretik, de valamikor régen való igaz, hogy kemencébe sült kenyereknek vastag héja volt, és akkor azon volt mit rágni, úgymond. Azok más ízű kenyerek voltak. Valójában most is egy kicsit ezt várjuk a verseny kenyerekről, és érkeztek is ilyen kenyerek valóban. Látszik, amelyik kemencébe sült, látszik rajta, meglátszik. Az ünneplőket Magyar Kanizsa polgármestere köszöntötte, majd ünnepélyesen megszegte az új búzából készült kenyeret. Tisztelt ünneplő közösség, kedves magyar kanizsaiak! Meg kell értsd a múltat, hogy jól érhesd a jelent, és szépé tedd a jövőt. Ez a gondolat jutott eszembe önkormányzatunk idei Szent István nap ünnepére készülődve. Több okból is, hiszen mindhárom eleme összecseng a nap üzenetével. A magyar nemzeti ünnepek sorából kiemelkedik augusztus 20-a, az államalapító Szent István király ünnepe. Ezen az ünnepen történelmünk legnagyobb sorsfordulójára, a keresztény magyar állam megalapítására emlékezünk. Idén ünnepeljük Szent István királlyá szentelésének avatásának 938. évfordulóját. És most, miért éppen most tartja önkormányzatunk az egyik legszebb szabadtéri rendezvényét? Nem csak a hagyomány miatt. Ez az ünnep egy évezrede adja magyarság összetartozásának kereteit. Nemzetünk nem kapott örökségbe ettől nagyobb ajándékot a történelem folyamán. És az is egészen biztos, hogy a Szent Istvánnak köszönhető államalapítás nélkül a magyar közösségek sehol sem gyűlhetnének össze ünnepelni. Sem ma, sem máskor, sem az anyaországban, sem a Kárpát-medence más területein. Az ünnep tehát a miénk, az ünnep mi vagyunk. A dolgunk pedig az, hogy megértsük ezt az örökséget. Szent Istvánnak volt terve, víziója, bátorsága és kitartása. Egységet teremtett, szabályokat hozott és betartatta azokat, s mindezt úgy,
hogy a keresztény értékrend elvárásai támasztotta önmaga és nemzete irányába. Szűz Mária oltalmára bízta országát és népét, és ez az oltalom közel 1000 éve életben tart minket. Tisztelt ünneplők! Az ünnepek alkalmat adnak és kötelezettséget is rónak ránk. Számba kell vennünk a múltat. Nem kívánok sokat időzni a világjárvány témájánál, de egy tekintetben meg kell említenem. Sajnos még nem múlt el, továbbra is hatással van ránk a jelenünkre. Viszont már tanulhattunk belőle. A saját bőrünkön tapasztaltuk meg az összefogás és az összetartás erejét. Rá kellett jönnünk, hogy mindannyian tudunk segíteni, felfedeztük, hogy kire számíthatunk a bajban, és azt is, hogy életünkben semmi sem evidens. Mindent meg kell becsülni, meg kell őrizni. A családot, a szabadságot, az egészséget és a közösséget is. Nem szabad elheldálnunk azt az 1000 éves örökséget, amit kaptunk. Mert mi, magyar kanizsai, vajdasági magyarok tudjuk, hogy összetartozunk, Szent Istvánhoz tartozunk és a földhöz, ahol a gyökereink vannak. És ebben a küldetésben segítségre is számíthatunk. Magyarország a 2021-es évet a nemzeti újrakezdés évének nyilvánította. Az anyaországi nemzetpolitikai program az elmúlt években is erős támaszunk volt. Ez a segítő jobb a szülőföldön való megmaradásunkhoz, a vajdasági magyar közösség fejlődéséhez. Az oktatás, a kultúra, az ifjúság, a család, a gazdaság, az egyház, a sport és az egészségügy területén. Aki itthon maradt, annak ugyanis az a legfontosabb, hogy hozzájusson olyan fejlesztési lehetőségekhez, amivel a maga és családja jövőjét tudja biztosítani. Most csak azt a beruházást emelném ki, amely a közelmúltban valósult meg, a magyar kormánynak köszönhetően Magyar Kanizsán felépült és néhány hét múlva meg is kezdi működését a Vajdasági Birkoza Akadémia, csaknem 3000 négyzetméteren. Biztos vagyok benne, hogy a megalapozott színvonal a szakmai munkának köszönhetően a jövőben aktívan hozzájárul majd a közösségünk erősödéséhez. Tisztelt községbeliek, kedves polgártársaim! A múlt tanulságai és a jelen tapasztalatai alapján a jövőt széppé tudjuk tenni. Olyanná, amelyben érdemes családot alapítani, napról napra dolgozni, vállalkozni, aktív közösségi szerepet vállalni. Ezekért a célokért dolgozik önkormányzatunk, és megtesz mindent a község fejlődésért. Olyan jövőt tervezünk, amit meg is tudunk valósítani. Terveink a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal összhangban valósulnak meg. Mindarra pedig, amit nem tudunk saját forrásból fedezni, arra pályázunk. Ezen tervek között van új szálloda egy wellness központtal, ifjúsági szálló, kerékpárút, kerülőút Törökkanizsa felé, felújított közúthálózatok, kibővített és felújított sportpályák, új játszóterek, felújított oktatási, művelődési és egészségügyi épületek. Nemrég igen alkalmam volt fiatalokkal beszélgetni, és örömmel hallgattam őket, mert nagyon sokan közülük itthon képzelik el a jövőjüket. Ezért kell és ezért érdemes dolgoznunk mindannyiunknak együtt. Azért, hogy egy szerethető és élhető közösséget hagyjunk rájuk, amelyben tovább ápolhatják alapítónk hagyatékát. Hölgyeim és uraim! Köszönöm a jelenlétüket a nyár utó egyik legszebb ünnepén, melynek alkalmából gondoljunk együtt hálával azokra, akik szorgalmának, mindennapos munkájának köszönhetően lehet kenyér az asztalunkon. Kívánom, hogy az új kenyér megtartó ereje óvja közösségünket a jövőben is. Este 8 órától pedig első ízben Vajdaságban a zenevonat szuperkoncertjére került sor az LGT sztárjaival. A formációban fellépett Karácsonyi János, James és Solti János, valamint Veres Mónika, Nika és Heinz Gábor, Bika is. Közreműködött a produkció állandó zenekara, az Abrakazabra. 50 éves az LGT együttes, napokban ünnepelték ezt a jubileumot. Karácsony Jánosnak ebből az 57 évből, illetve 50 évből 47 év jutott, ha jól számolom. Pontosan. Ön Barta Tamást ugye pútolta,
ha nem is pótoltam, utána érkeztem. Nem tudom, hogy a kérdés mifelé irányul, de minden esetre gondolom afelé, hogy milyen lehetett ez az elmúlt 50 év, ugye? Hogyan sikerült ezt megélni, átélni, és jó lenne újraélni? Hát én nem tudom, hogy újra kell élni mindent, hiszen egy jól elvégzett, vagy egy jó, hogy mondjam, 5 évtized után, amikor az ember egy kicsit visszagondol, bár én nem vagyok retro beállítottságú ember, hanem én inkább a mában élek és a jövőben nézek, akkor azt kell mondjam, hogy egy kis összesítést csinál az ember ilyenkor, különösen ugye, mert most múltam 3 napja 70 éves, azt kell, hogy mondjam, hogy igazán megérte, nem csinálnám még egyszer végig, nem azért, mert olyan nehéz volt, hanem nem is kell szerintem, mert hogyha az ember leteszi a névjegyét az asztalra, vagy egy jó elvégzett hosszú évtizedek munkája után visszanéz, akkor nem hiszem, hogy a hiányérzeted legyen. Vannak dolgok, amit az ember nyilván másképp csinálna. Én a magam részéről nagyon kevés dolog van az életemben, amit más csinálnék, vagy helyette másképp csináltam volna, ahogy megtörtént velem. Azért jó dolog volt az, hogy Bartha Tamásként maradt Amerikában. Nem tudom, hogy kinek volt jó a szakmának, hogy úgy mondjam, a zenei szakmának, vagyis hát a zenei életünknek ez a szegmense, ami itt a beat zene, vagy más néven rock zene, vagy olyan mai értelemben sok-sokféle stílusú zene képvisel. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen jó tett, mert egy olyan csereberét indított el annak idején, ugye hiszen én a generálból azt megelőzően nem egy másik helyről érkeztem, és hogy utána mi történt, hogy az ember figyelmesen megnézi az események sorrendbe rakja, akkor azt látja, hogy ha nem úgy történik, és ez a ha, ugye ez egy nagyon veszélyes kis szavacska, ugye sok mindenre rámondhatjuk, ha úgy lett volna, de ha nem úgy történik, gondoljunk bele egy icipicit, akkor most nem lennék én se itt, és nem lehetne ezt a riportot megcsinálni. Kezét se tudom még, kezét se fogom még, és csak azt tudom, hogy a papa vigyáz rá, a mama vigyáz rá, nem tudni, hisz a mesébe, ez van a szemébe, nem tudni, mi van a fejébe. Különben már mikor az LGT megalakult, az is egy ilyen földindulásszerű dolog volt, hiszen korábbi nagy együttesek estek szét, új tagok jöttek, mentek. Igen. Akkor ugyanez történt azután később, amikor tagcserék voltak az LGT-ben is. Amikor a tagcserék bekövetkeztek, ugye 74-ben Bartha, utána pedig Laux József 77-ben, ez mennyire hatott ki az LGT zenéjére? Mert azért, mintha egy kicsit megváltozott volna az együttes. Én azt gondolom, hogy jó felé változott meg, hiszen ha tényleg is itt megint saját magamat kell ismételjem, és nem az én reszortom vagy feladatom, hogy mondjam, dicsérni azt a fajta teljesítményt, amit az LGT letett az asztalra, mert magáért beszél, és pont én nem vagyok én erre alkalmas. A kritikusok beszéljenek, meg a közönség, vagy a rajongók, vagy az ellentábor. Az ő feladatuk az, hogy ezt eldöntse az útba. De én azt hiszem, hogy nem járok messze az igazságtól, hogy azt mondjam, hogy tulajdonképpen megérte, és hogyha vissza, már úgy értem, az a tengernyi munka és a sok-sok év, és ugye az, hogy arról ne is beszéljünk, ugye, hogy lehet ilyen sokáig együtt maradni. Mert ugye itt van valahol a titok nyitja, amellett ugye a megfelelő embereket a megfelelő társaságban, jó időpontban kell ott lenni. Ez is egy nagyon nagy közhely, de ezt a közhelyt szerintem a történelem vagy a maga az élet bizonyítja, hogy már pedig ez bizony így van. Tehát, hogyha azt mondom, hogy annak idején ugye ez a szupergrupposodásnak, rossz magyar szóval, kifejezéssel élve, milyen eredménye van, akkor az a jó eredménye, az a jó hozadéka, az, hogy ezt elősegítette, ezt a fajta csoportosulásokat. Tehát, hogy a megfelelő emberekkel nagy százalékban tudtak találkozni, és eredményeket tudtak elérni, és teljesítményt tudtak felmutatni. Hogyan látja a jelenlegi zenei helyzetet? A régi recept működik-e, hogy fiatalok összeállnak, elkezdenek zenélni, sztárok lesznek, vagy most ebben a piaci világban már ez teljesen megváltozik? Ön hogyan látja, mint aki benne volt ebben? Azt hiszem, hogy, és lehet, hogy senki, hogy nem fog tetszeni, amit mondok, én azt hiszem, hogy azzal, hogy
a rendszerváltozás környékén beáramlott a nagybetű show business. Ugye minden szempontból, a negatívumaival, a pozitívummal együtt. Ez azt gondolom, hogy inkább a negatívumai hatnak még a mai napig is, persze, én látom így, nem kell velem se egyetérteni, se odafigyelni, hogy mit beszélek éppen most. De én úgy gondolom, hogy annak idején óriási szerencséje volt a magyarországi azoknak a csoportoknak, annak a pár ezer vagy pár tízezer embernek, akik ezt művelték, hiszen csak emlékezünk egy itt vissza, hogy nem volt olyan hely, kisfalu, nagyfalu, kultúrház, gimnázium, ahol ne lett volna két vagy három, négy olyan zenekar, akik az amatőr szintből nem tudtak kilépni, előlépni. Tehát egy óriási mozgalom volt ugye ez a beat mozgalom, minden szempontból. Összehasonlítva a nyugat-európai beat mozgalmakat az akkori magyarországi vagy kelet-európai viszonyokkal, én azt gondolom, hogy az a fajta lázadás, amit Nyugat-Európában ez képviselt, különösen gondoljunk a 68-as eseményekre, mi minden történt 1968-ban, azt megelőzően, vagy a második világháború utáni évek, stb. Ez roppantú fontos, mert aki ezzel nincs, vagy nem foglalkozik egy icipici, nem kell tisztában legyen, vagy beleélnie magát, de ha nem tudja, hogy miről van szó, akkor nem ért hozzá, hamis képet alkot arról is, hogy ma például mi történik a világban körülöttünk. És ezt arra mondom, és azért mondom, és támasztom, és vallom, és fenntartom, mert hogy nézzük meg, hogy nem tudsz elmenni egy olyan helyre, egy bevásárló központtól, mindenhol valahol szól, a lüktől kezdve a piszoáron keresztül, a garázsig, a nem tudom micsoda, az a sok, hogy mondjam, értéktelen zaj, amivel az embert körülveszik és zenének nevezik, az megmérgezi az életed. Akkor nem erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy egy ilyen kelet-európai országban 1956 után, most ne is beszéljünk a háború után, hogy mi minden történt, hanem egy olyan fajta művészeti kifejezési eszköz volt a beatzene maga, de nem csak a, hogy mondjam, a beat mozgalom és a zenét, hogy mondjam, termékenyítette meg, hanem a művészet összes ágába, ugye? Nézzük meg a képzőművészet, a balettben, mindenhol, a színházakban, stb., de nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is, hogy mi minden eredmény és csodálatos utat mutattak bizonyos dolgoknak, és az a mai napig átível egy óriási ívben. És hogy mondjam, szigorúan elválasztanám azt, hogy mi az érték. Tehát ugye az értékrendet valahol meg kéne őrizni, fenntartani, meghúzni a határokat, mint ahogy ez a Nyugat-Európában olyan, mondjuk az angolszász piacon. Még mindig van értékrend, ott mindig tisztán el lehet választani. Hiába a fiatalok jönnek, és tehetségek mindig vannak és lesznek, ugyanúgy nálunk is. Van, ahol több, van, ahol kevesebb. Ahol a show business nem teszi rá annyira a karmát, és nem azért csináltatnak valamit, hogy el tudják adni, hanem saját magáért jön létre, vagy folytatódik, és fejlődik tovább ez a nagyon-nagyon komplex dolog, ami már most is átszeli, beszövi az életünket, meg az egész világot, akkor érdemes csinálni, és akkor a fiataloknak is érdemes csinálni. Mert fiatalok mindig lesznek, törekvés lesz, és hiába van betelve maga az a stílus, annyi minden megtörtént már, ugye, hogy mindig azt mondjuk, hogy nincs új a nap alatt, nem igaz, csak a megfelelő embereket, a megfelelő csoportokat kell engedni, nem leteperni, amik szabadon engedni, az, hogy szárnyaljanak és menjenek, lépjenek a nyomdokainkon tovább, és csinálják egészséggel. 2016 nyarán véget ért az LGT története? A története úgy ért véget, hogy mint zenekar, tehát mint LGT felirat, úgy nem vehetünk részt már az életbe. A történet a tagokkal együtt valahol folytatódik, hiszen sok-sok példát tudunk egyénileg is, nem álltunk le, de az LGT azt kell mondjam, hogy az nyilvánvalóan az megszűnt, de nem kizárt az, hogy még a jövőben is ugyanúgy, mint hogy most a Csíkresszer Karácsony, ebben a produkcióban Solti János, Karácsony János, jómagam, és még más helyeken is szerepelünk, akár nézzük a Fernest, még az élőket, vagy a nagyszerű költőinket, Adam Asenát és a Dusan Stevan, amit ők is dolgoznak, élnek, és folytatják. Nem tudom, mit hoz a jövő, minden esetre, ameddig írok én magam nevébe tudok csak nyilván beszélni. Én ezt folytatom, még egészséges vagyok, még bírom, csinálom, és teljes szívvel, lélekkel mindenkinek azt kívánom, hogy ezen az úton járjon, amin én. A program 22 órakor ünnepi tűzijátékkal zárult.